Havi 500 és 750 lej közötti állami támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akik frissen végzetteket alkalmaznak. A támogatást feltételekhez köti a munkaerőfoglalkoztatási ügynökség. Azok a cégvezetők, akik meghatározatlan időre alkalmaznak végzősöket, 12 hónapon keresztül részesülhetnek támogatásban. A szakiskolák végzősei után havi 500 lejes juttatást, az elméleti középiskolát és posztliciális képzést elvégzők után 600 lejt, az egyetemi vagy a magasabb képzettsége rendelkezők után pedig havi 750 lejt utal az állam a munkáltatónak. A támogatás egyik feltétele, hogy olyan fiatalokat kell alkalmazniuk, akik be voltak jelentkezve valamelyik megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökséghez, de a munkaviszony fenntartására vonatkozóan is van kitétel. Ez a támogatás szint a végzős diáknak a tanulmányi szintét, szintjétől függ. Az alkalmazók kötelesek tartani a diákot még, még egy más, másfél évig, összesen másfél évig. A híradunk által megkérdezett cégvezető azt mondja, a kezdeményezés dicséretes, de nem kockázatmentes. Kusztos Sándor egy reklámkészítő vállalat ügyvezetője, szerint a támogatás két negatívumot is maga után von. Egyrészt arra bátorítja a cégvezetőket, hogy szakképzetlen személyeket alkalmazzanak, másrészt pedig túlzottan nagy mozgásteret biztosít a fiataloknak a visszaélésekre. Egyszerűen kihasználja, hogy 18 hónapig ott kell dolgozzon, mivel nem lehet a munkaszerződést felbontani ez az idő alatt. És én úgy gondolom, hogy ez megint a fiataloknak egy pluszt ad, de az olyan fiataloknak, akik nem korrektül és helyesen akarnak odaállni a munkához, azok ezt ki is tudják használni. Na most ez nincs hasznára egy vállalkozónak, vagy egy vállalkozásnak, lehet, hogy az országnak sem. Amennyiben a vállalat vezetője a 18 hónapos időtartam lejárta előtt megszünteti a munkaviszonyt alkalmazottjával, vissza kell fizesse az államnak a támogatást.